Ez nem olyan rossz idő, de nekem ez a hatodik hely azért nem tetszik egyáltalán. Tegnap jobbat úsztam, biztos voltam benne, hogy még jobbat tudok, de hogy mi történt, annyira nem tudom. De őszintén megmondom, sajnálom, hogy nem tudtam itthon egy dobogóra felállni most az én számomban, de nagyon kérdeztem a pillanatot, és örök, hogy itt lehettem. És mert amikor kijöttem a rajtra, akkor minden megváltozott azért, amikor hallottam, hogy mennyien vannak, hogy mennyire szurkolnak azért. Egy 50-re hideg fel kell állni a rajtkörre. Tegnap azért éreztem, hogy ez max közeli úszás volt nekem, én azért is örültem nagyon a döntőbe jutásnak. Éreztem, hogy nem sok van ebbe, és ugye kicsivel rosszabb is lett ma délután az időm, de sikerült egy helyet előre lépni. Úgyhogy igazából én annak örülök, hogy még egyszer átéltem azt, hogy döntőbe úsztam magyar közönség előtt, és úgy érzem, hogy vagy a közönség is ezt átérezte, mert attól függetlenül, hogy hetedikként szálltam ki a merencéből, én úgy hallottam, remélem jól, hogy nagyon megtapsoltak, és ez nagyon-nagyon jól esett. A közönség hatalmas, én nagyon szeretek itt úszni. Szerintem most itt az 50 pillangóban én nem tudtam úgy úszni, mint tegnap. Tegnap szerintem egy tökéletes úszás volt, és könnyeden is ment, úgyhogy gondoltunk, hogy most ez meglepjük a döntőben, de nem jut össze annyira. I had to start preparing, but I didn't have much time, so I'm quite happy to be in the... Lerepült a közönségből, az már rájön, hogy jó pihenés bajnok. Én ezt úgy veszem, hogy az versenyszámok közötti pihenésre gondolnak. Mennyiben volt most más itt magyar színekben úszni, mint 5 évvel ezelőtt szerb színekben? Hát akkor Csalci mellett úsztam 5 éve, és én pont előtte jöttem ki, úgyhogy emlékszek, hogy hát akkor sokat többen voltak és szurkoltak neki, úgyhogy akkor kicsit így figyeltem, hogy mi történik, de most úsztam már sok helyen, mindenhol szurkolnak mindenkinek, de nem ennyire, és itthon így magyar lenni, képviselni az ország, az nekem nagyon élmény, főleg ilyen közönség előtt. Hol a pihenő, és szerda, nem, ma van vasárnap, kedd reggel 200 futamot fogok úszni. Van még egy pár számom, azt megcsinálom maximálisan, ahogy tudom. Készüljünk tovább, jön az EB. Szerintem elég jó formában vagyok, most ez az 50 amúgy sikerült, tegnap nagyon jól sikerült mind a két szám, a váltó is. Úgyhogy a testem jó állapotban van, és ezt majd az EB-re szeretnénk átvinni, versenyiromban maradni, minél többet versenyezni, és akkor nekem nagyon fontos lesz majd a év végén a rövid pályás VB, ott szeretnék azért visszavenni itt, ami elmaradt.